Három napja esik a kriptó, bitcoin is, altcoinok meg még jobban. Mitől? Sokan azt mondják, hogy amikor ránéznek a csártra, akkor majd később jönnek a hírek, és a csárt megmondja, hogy esni fogunk. Mások meg ugye azt mondják, hogy mindent a hírek befolyásoljanak. És persze jött kedden ugye az, hogy háborús hírek, megint háborús pánik, minden a háborúról szól, mindenhonnan ez folyik, és ez egy frankó lehetőség volt arra, hogy a kripto essen. Csapjunk is bele, megnézzük a legfrissebb híreket, csártokat, és azt, hogy hol vannak a támasz szintek. Kedvenc buborékos csártunk heti nézetben, hát hogy mondjam, elég pirosra van festve, egyedül a hex és a pulz van pluszban, ugye ez a pulz ökoszisztémához tartozik mindkettő, és nem ritka a mínusz 15, mínusz 20, vagy esetben még nagyobb százalék. Látjuk, hogy akár Jupiter, Beam, Near, Room, egész jó projektek, Lido Finance, Ethereum Liquid Staking, Ondo, Arbitrum, IMX, Ena, Starknet és Fetch AI, ugye AI, kedvenc eh, AI eh, coinunk is nagy-nagy mínuszban. Viszont nézzük meg a napi nézetet, itt már azért van egy kis bizakodásra okunk, az Aptos Ketchup Trade, amit a Sui kapcsán indítottunk, nagyon szépen FUT és pár altcoin, mint STX, Aero, AVE újra zöldben van. És hogyha ránézünk az órás csártra, akkor látjuk, hogy kezd a nap végére a hangulat kicsit javulni, és holnap péntek meglátjuk, hogy miként megyünk bele a hétvégébe. Ha leblapozunk, akkor látjuk, hogy a félelem és kapiság index 37-en áll, azaz masszív félelemben van jelenleg a piac, ugye ez egy kicsit követő indikátor, de már lekövette az elmúlt pár nap félelmét, és a bitcoin szivárványos csártunk még azt mutatja, hogy még nagyon itt vagyunk az alsó szinteken, ahol még frankóvételi vételi lehetőség, így, hogy a ciklusban a további emelkedésre számítunk, úgyhogy a halving után most már 170 nappal vagyunk ide te is be tudsz regisztrálni, cryptomines.globán, megtalálod a leírásban a linkét, használd bátran, látogass el a kripto alapok, valamint nézd meg a különböző videó tanfolyamokat is. Ominózus bitcoin csártunk, alig, hogy a W nyakvonalát fölfele törtünk, egyből betörtünk alá, és visszajöttünk a közép zónába. A felső trendvonal volt 66 ezer dollárnál, ugye ez a most már 200 napja tartó konszolidációs zóna, ami a felső és az alsó trendvonal kijelöli a kereteket, a játékteret és Bitcoin lefordult a felső felénél. A Patreonon egy short trédet indítottunk még így a hétvégén, setupban, ez nagyon frankon, fial jelenleg, de ugye short trade csak azt tud indítani, aki megtanulta, hogyan kell tőkátétellel kereskedni különböző derivatív termékekkel. Ez ugye akár csak egyszeres tők is 8,6%, tízessel 86%, persze a tízesnél nagyon fontos figyelni a stop lossokra. Gratulál, aki ezt kereskedte. Fölfele ugye kitörés nem valósult meg, mivel lefele törtünk, viszont a 60 000 dollár körüli támasz szintünk, ami nem feltétlenül egy pontos szám, hanem azt mondom inkább, hogy ez a 60 000, 60, 000, 60 200, ez egyelőre tartja a bitcoint. Mind a három nap átszúrtunk, és ugye amikor éppen úgy nézünk ide a csátra, hogy a trendvonal alatt van, akkor ugye nem csak egy átszúrás látunk, hanem akkor maga a gyártja test is átmegy. Ilyen volt egyébként pár órával ezelőtt. Amit most látunk, hogy a még nem zártunk, illetve nem nyitottunk ezen szint alatt, azaz nem konfirmált ennek a lefele törése, csak átszúrások vannak. Egyébként látjuk azt itt is például, hogy hiába ez a gyártja fölötte fölötte zárt, a másik gyertya már nem zárt fölötte, szóval ez például nem volt egy konfirmált törés, de itt még nem is történt sem zárás, sem nyitás ezen szint alatt, ami jelenleg ugye ez egy támasz szint. Korábban itt ellenállás volt, amint a, ugye egy ellenállás legyőz, az ár a onnantól támasz lesz. Úgyhogy megérkeztünk a középzónában, azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális konszolidáció, nem sérült a, a, a maga a bika trend, a felfele trend. Nézzük meg azt viszont, hogy milyen szkenáriók jöhetnek. Lefele még nyitott az, hogy menjünk 58.300-ra. Ez egy következő támasz szint, ami feltétlenül nem biztos, hogy annyira erős, mint a mostani. A, azt gondolom, hogy a mostani ról jön egy felpattanás, akkor nagyon hamar pozitívra változna a hangulat. Egyébként a teljes Kriptó twitter ugyanúgy full negatív, ugye, hogy mindenki várt, hogy október végre nagy-nagy megindulás lesz, és erre meg itt van kapásból 8%-os minusszal, altkonok meg 10-20%-os mínusszal, és hogy akkor most úristen, mi van? A, hát a rosszabb szkenárió az, hogy lejövünk 53 ezer, mondjuk 600 környékére, egyébként ez sem rosszabb, attól függ, hogy honnan nézzük. Ha valaki most lép be a piacra, akkor akár a 60 ezer dollár, 58.300 dollár, vagy pedig ez az 58.600 dollár, ami az alsó trendvonalunk, ez mind-mind ajándék. Aki persze 73.000 dolláron fogózott be, és, és még kibírta, hogy nem adott el, neki meg ugye fájdalom, de egyben egy jó lehetőség arra, hogy azt az átlagárat felfele javítsa. Szóval jelenleg a csáton azt nézzük, ma elkészült a Pétionra az elemzés, itt a pozíció egy részét realizáljuk, profitot realizáltunk, természetesen stop loss profitos zónában van már húzva, és számítunk arra, ha lejjebb megyünk, akkor további profitokat tudjunk realizálni. Ha meg lezárul ez a trade, akkor egy része le lett zárva, profitta, a másik része meg stop loss zárul. hogyha nem, nem lennék pozícióban, nem lennék long pozícióban egyébként 60 ezer dolláros átlagárral, akkor itt már óvatosan elkezdenék építeni egy pozíciót, vagy akár spotos vásárlást figyelemben arra, hogy a lenti szinteken még hozzá tudjak adni. Jó, ennyi volt így most röviden egy kis csátolás, még azért nézzünk rá itt mondjuk egy heti, ugye nézzük meg a havi gyertjáinkat, hogy lássuk a szeptembert, és hogyha ránézzünk a havi csártra, akkor azt látjuk, hogy hát semmi gáz, semmi gáz, igen, elindult egy felfelé trend, amiben van egy komolyabb konszolidáció, ami egyébként mindig megszokott történni, amikor ugye új csúcsra megyünk, és az új csúcs, új csúcs körül mindig van egy konszolidáció, az így történt az előző ciklusokban is. Heti csárton szerintem ott sem lesz nagyon rossz a kép, heti csárton, még azt jelenti, hogy ebből még bármi lehet, ugye még van négy nap, vagy három nap a a hét zárásáig. Ebből a gyertyából még bármi lehet, lehet belőle egy nagy átszúrás, mint itt volt, látjuk ez a gyertya is. Bejárt, mindjárt mondom, hogy mekkorát. Ez a gyertya a két végpont között bejárt mondjuk egy 9%-ot, hasonlóan, mint a, a mostani gyertyánk, és fönt zárt a trendvonal tetején, ahol elkezdte, de a következőjét aztán bum, bele, az meghozta az esést, szóval meglátjuk. Egyelőre még a heti csárton is azt látjuk, hogy ez egy konszolidációs minta, és még simán a, a <hört> csatorna fele, felezője felett konszolidálhatunk tovább. Jó, vissza fogunk még nézni. Még mielőtt a bitcoint elhagyjuk, nézzünk egy, egy eresít, ami viszont a, ugye a Patreonon ezt folyamatosan használjuk, és pont itt múlt héten néztük, hogy Fölérkezünk a trendvonalhoz, jöhet egy korrekció. Néztük, hogy már volt egy eresik rossz, egy másik eresik rossz, hát akkor mikor jön a korrekció? Hát a harmadik elhoztam, nem annyira a csúcson volt már annak a, a, a kereszteződése, kicsivel lejjebb, de még ugye ez is még bőven a, a, a túl adott, vagy bocsánat, túl, túl vett zóna. Viszont a jó hír az, hogy a, a azti keresünk jön lefele, a RSI mozgó átlagok hamarosan itt crossolni fognak, és vagy, a, vagy akár már az első cross, vagy a következő cross elhozza azt, hogy a felfele mehetünk. Azt, hogy az árban ez mit fog jelenteni, hogy itt a 60 ezer dollár környékén fog ez megtörténni, vagy lejjebb jövünk még, és ott fog crosszolni, vagy még lejjebb jövünk, azt ugyankor nem tudjuk megmondani, de érdemes nézni, az eresít. Ha más nem csinálunk, mint a stochastic keresít nézzük, hogy mikor crossol fölül, mikor alul, és úgy időzítjük a vétel eladást, már az is egy frankó kereskedési metodika. Viszont azért ez sokkal bonyolultabb, és a különböző trendvonalaknak, mozgó átlagoknak és mindenféle egyéb indikátornak van egy hierarchiára, amiben most nem megyek bele azt a, a, ugye ott a videótanfolyamok profúlban tanítjuk. Szóval eresi egyelőre biztató, legalábbis az, hogy lefele tart, és előbb-utóbb a crosszolást számítunk. Na látogassunk el a Twitterre, és nézzünk körül, hogy mi zajlik ott. Csinálj magadnak egy fiókot, itt az xcom régi nevén Twitter, és kövesbe Kukat Miklós Dentlert, számos nagyon értékes posztot osztok itt meg, vagy posztolok tovább, illetve időnként saját gondolatokat is. Cryptocon azt mondja, hogy a Bika piac két hónap múlva kezdődik, hát lehet, hogy sokan most azt mondják, hogy felvágom az eredményt, mert ugye mindenki azt mondta, hogy októberben elkezdődik, és akkor most úristen, mi lesz itt novemberig? Ugye itt nincs minden kövebésve, ez csak egy elemzés, amit ő elemez a különböző halving ciklusok teóriája és a sign waves hogy ez a sine waves nem egy mindennapi elterjedt teória, azon, a ciklusok beazonosításához jó indikátor lehet. Mutatja, hogy mikor van mélypont, azt úgy látom nagyon jól mutatja, és november 28. 2014 elég komoly mélypont volt, 2018. november 28. is mélypont volt, és 2022. november 28. is mélypont volt. És ezt követően ugye két évre rá, akkor jelez, hogy megindul abik a Bika piac. Persze itt már látjuk 2017-ben, hogy már előtte is megindult, sőt látjuk 2021-ben, hogy igen, ott még jött egy durva konszolidáció, és ezt meg is fogjuk nézni a csártom, mert az hasonló, mint ami most történik, és utána megindult, és most november 28-án ez jelez. Egyébként a november 28 azt, hogy ugye mikor jelez ez az indikátor, és utána van a megindulás, ugye látjuk, hogy a ott a be van karikázva, és későbbiekben az a november 28, viszont itt a jelzés már előbb megtörténik. Jó, az a lényeg, hogy előbb is megindulhatunk, viszont valószínűleg utána válik még parabolikusabbá. Látunk itt kék pöttyöket, piros pöttyöket, a kék pöttyök az mindig egy lokális csúcs, Látjuk, hogy itt 2013 14 ben ugye dupla csúcs volt, csak úgy, mint 2021 Ben dupla csúcs volt, a dupla csúcs esélyét is ez a kék és a piros jelzi, ha nem is dupla csúcs lesz, de a kék elvileg egy alacsonyabb csúcspont, és a piros. A piros ezzel 2025. november, ugye más teóriák azt mutatják nekünk, hogy vagy azt mondják nekünk, hogy, hogy a legtöbb ilyen, amit szoktunk nézni, és az előző videóban is néztünk, hogy a bikapiasz csúcsa az valamikor mostantólhoz képest egy 300, mondjuk 40 nap múlva, vagy 340-350 nap, azaz valamikor 2025 nyarán következik be. Ez a, az elemzés azt mondja, hogy ez 2025. november 28. Meglátjuk, hát ezt érdemes lesz lementeni, lefotózni, csinálj róla képernyőfotót, és, és írjuk be a naptárba, hogy 2025 november 28-a körül jöjjünk vissza, és nézzük már meg, hogy hol vagyunk. Egyrészt azért, ha tényleg minden csúcsok, csúcsok és újabb csúcsok jönnek, akkor kezdjünk el profitot realizálni, de azon, hogy már nyáron jó lesz profitot realizálni, sőt, ugye nyáron, nyár előtt meg jobb inkább májusban Szóval Azt mondom, hogy májusban, és majd novemberben realizálgatunk, és bízunk benne, hogy novemberben is lesz mit. És ugye a, a, mutatja nekünk a csát, hogy lesz tovább is, lesz majd 2028-as csúcs is, és készülünk arra, hogy 2029 novemberében lesz az újabb nagy csúcs, már alig várjuk, aztán 2030-tól egy teljesen új világ, egy magasabb tudatosság vár ránk, de erről majd beszélünk más fórumokon. Jó, kövér like, jöhet megosztás Paypal, ugye stablecoinokban, a Visa a tokenizációban és a stablecoinokban. Kripto hajtja az innovációt a tradicionális pénzügyekbe. Nézzük meg ezt a posztot. stablecoin movement, ami egy általunk támogatott mozgalom. Money in the right direction, nyugodtan őt is követheted. Kifejezetten stablecoinokról szokott posztolni. Azt mondja, itt a Coin Telegraphon, hogy a PayPal elkezd egy együttműködést az Erste young és az első fizetési tranzakciókat a PYUSD-ben, azaz USD ez a PayPal-nak a stable konja. Ugye Erste a világ legnagyobb auditor cége, nem csak auditor, hanem tanácsadó, az összes nagy céget ők tanácsolják, meg tanácsokat adnak, és látjuk, hogy van a, egy kis piaci kapitalizációja, majdnem 700 millió dollár a Paypal USD-nek. És ki, ki jön még USD-ben? Most be, becsuktam a cikket, de ha lefelé görgetsz, akkor ezt is megosztottuk a, a Twitteren. A BlackRock is ö, jön egy stablecoin amit amit az etenával csinál, Ethereum blokkláncon, és a BlackRock fogja a fedezetet tartani. A paypal őszintén szólva én nem szeretem, szerintem nagyon gagyi. A kriptó részét kisebb próbáltam, mert a, fiat részével az, hogy ott küldözgessünk pénzt, és mindenért levonnak ennyi százalék, két százalék, még akkor onnan húzzuk le még két százalék, szóval szerintem 5-10 százalékkal simán meg Én nem szeretem, sokan szeretik, mert ezzel számláznak, meg egyebek. Írd meg a tapasztalatodat itt a kommentbe, hogy neked mi a tapasztalatod a paypal Viszont az, hogy jönnek és stablecoin, stable fizetési rendszereket használnak, saját stablecoinokat bocsátanak ki, ez nagyon frankó, és amiről beszéltünk, az az, hogy a BlackRock ugye az Etenával partnerségben jön, és ők itt stablecoin Super! Ezt újra megosztottam, mert hát a sajátomat nem lájkolom be, ugye, mert most a saját oldalon vagyok, úgyhogy te nyomj egy lájkot mindenképp ennek, meg oszd meg. A FTX felszámoló azért ezt a 16 milliárdot csak ki fogja valamikor fizetni. Szóval most teljesen mindegy, hogy mit mond a csát, vagy háború van, vagy nincs háború. Egyébként annak a, annak a világában van háború, akit ez foglalkoztat. Megmondom, őszintén, én semmit nem szoktam ezzel foglalkozni. A háború azért van, mert vannak olyan hatalmak, amit összeúrasztanak kettő nemzetet igazából tök feleslegesen, és ezért van háború. Ez az én legegyszerűbb magyarázatom, nem kell vel egyet egyetérteni, nem kell szeretni. A háborúnak nem lenne a Földön helye, azért van, mert bizonyos hatalmak direkt összeúrasztanak népeket. Azt mutatják, és most jól figyelj, hogy a háború terrórián milyen. Fogok egy papírlapot, és lerajzolok rá mindjárt valamit, és akkor megnézzük, hogy akkor most háborúban vagy nincs -e háború. Jó, vastag filcem nincsen, ha bár van, talán van, megnézzük, hogy vastagon fog ez a filc. Jó, mit látsz te most itt? Hatos. Na én vagyok az egyik ország, nekem azt nyomatják, hogy a hatosa jó. A hatosa jó, a hatosa jó, a hatosa jó, hatosa jó. Te vagy egy másik ország, te azt látod, hogy hoppá, hát egy kilences van. Itt egy kilences van. Én egy kilences van. Én azt mondom, a hatos jó, a hatos jó. A kilences nem jó. Te azt mondod, a kilences jó. Én meg azt mondom, hogy nem, a hatos jó. És valójában mi történik? Megfordítom. Ennyi történik. Szóval ezért, ezért ugrasztanak országokat, embereket háborúba. Szomorú, de ez van, na mindegy, most többet erről nem beszélünk. Több mindegy, <laughs> mi van, az FTX azért 16 milliárdot kifogosztani, és a piacra ez nagyon jótékony hatással fog lenni. Ezt is megtalálod itt, úgyhogy bátran osztogasd. Na nézzük, itt a PayPal-os cikk, amit előbb már öö, megnéztünk. Ugye, 700 millió dolláros market-keppel fut, ezt is bátran nézd meg, vagy nézzük meg. Habár ez egy másik cikk, hoppá, ez egy másik cikk, akkor ezt meg kell néznünk, mert ez nem az előző, ez egy másik cikk. És ez nagyon frankó, mert azt jelenti, hogy a különböző cégek üzleti számláin engedélyezi a bitcoint és más kriptovalutákat, nem csak a, nem csak a saját stebekointját, hanem a bitcoint és más kriptokat is. Szóval arról szól, hogy a PayPal kiterjeszti az üzleti ügyfelekre, azaz a cégekre azt, hogy vegyenek, tartsanak és eladjanak bitcoint és egyéb kriptó Szóval még egyszer mondom, a PayPal be akar törni erre a terepre, sikerüljön nekik, bízok benne, hogy azzal, ahogy betörnek, valójában az egész PayPal jobb lesz az egész PayPal jobb lesz, és nem csak a PayPal jön, hanem a Venmo is, ugye az is hozzájuk tartozik, az is egy ilyen hasonló applikáció, mint például mi, amit használunk a Revolut-ra. Na nézzük, itt a vizás hír, a Real World Assets, azaz a valós életbeli eszközök, itt minden, ami például ingatlan, Termelőeszköz, bánya, ipartelep, aranykészlet, kötvény, részvény, ilyen termék, olyan termék, árupiaci termék. Minden tokenizálva lesz. Ugye a BlackRock is kitűzte ezt célul, és a Visa egy óriási lépést tesz, elindítja a tokenizált eszközök platformját. Tokenizált eszközökben egyébként nekünk is van kapcsolatunk egy nagyon franco projekttel, erről fogunk tartani majd egy webinárt, Úgyhogy Mindenképpen gyere! Ha a webinára szeretnél jelentkezni, akkor is a legegyszerűbb módja az, hogy feliratkozol a cryptomines.globára, mert egyben az feliratkozás a webinára is, úgyhogy gyere a globára. Oké, szóval, vizától ez az, gondolom, egy nagyon nagy lépés, és a tokenizáció, ezek a Real World assets ez az egyik leg kripton kriptonarratíva. Na nézzük meg ezt a csártot. A bitcoin és a volumen kitörésben van. Ez az OBV, ez nem más, mint az összes tőzsdén lévő volumen, azaz kereskedet, kereskedési volumen kereskedett bitcoin mennyiség. A főső csárt, az a bitcoin csárt, jelentjük konszolidáció, felfeletlen, most kon, masszív konszolidációban vagyunk, ami még tartott egy darabig, majd abból lesz kitörés, és megint trend. A volumen is, amikor ugye emelkedünk, vagy esünk, akkor szokott nagy-nagy volumen jönni, emelkedett a volumen, konszolidálódik, kitörés, nagy emelkedés, volumen növekedés, konszolidáció. És látjuk, hogy a volumen csökken, és a volumen még mélyebb pontokat csinál, akár mint az árfolyam, és amikor emelkedett az ára, a volumen nem emelkedett vissza olyan nagy szintekre. Itt az új csúcsnál elképesztő nagy volumen jött, itt azért volt ebben egy jelentős FOMO, azaz félelem, hogy kimaradunk belőle. Úgyhogy hasonlóan teljesít a volumen, mint az ár, és a volumen itt már kitört ebből a lefele trendből. Látjuk, itt is kitört, utána egy picit visszakorrekciózott, és bum, megindult, úgyhogy érdemes figyelni a volumeneket, ez három napos csárt volt egyébként. Jó, ez a lefelett rendek megfordító mintái, Head and Shoulders, W, Duplai, Handle és társai. Itt a BlackRock Report, ezt, ezt, erről készült múlt héten egy videó is. Ha ellátogatsz a YouTube-ra, és itt a videóra rámész, akkor a BlackRock Bitcoin, mint monetáris tartalék, Bitcoin, mint egy egyedi monetáris tartalék, ezt a videót feltétlenül néz meg. Ez a, az elmúlt egy hónap legfontosabb videója. És mit mond a BlackRock? Ugye csinál, az elemzésében van egy kifejezetten egy ilyen kis infografika, ami azt mutatja, hogy a különböző geopolitikai és pánik helyzetekben mit csinálnak a különböző eszközök. Látjuk, hogy itt volt az a amerikai-iráni eszkaláció 2020-ban, Oroszország, Ukrajna, és hogy melyik esetben mi történt 10 nap múlva a, a szituáció kirobbanását követően, valamint 60 nap múlva. Látjuk, hogy 60 nap múlva mindig magasabb volt, egyébként a legmagasabb akkor volt, amikor Amerikában a banki krízis volt, amikor tavaly csődbe mentek sorban a kis régiós bankok, úgyhogy a mostani pánik azt gondolom, hogy 10 nap múlva, 60 nap múlva nem lesz pánik, és a bitcoin mivel emelkedő ciklusban ezért nagyon jó esélye a mostani szintek felett lesz, és aki most vásárol, az sokkal nagyobb jutalomban részesül, mint aki a csúcson. ez nagyon frankó kis csárt a Max BTC-től. A bal oldali az Others, ami minden más, ami nem Bitcoin, ugye ezeket hívjuk altcoinoknak, a jobb oldali pedig a Bitcoin és maga a, a csárton a különböző ciklusokat is látjuk. Látjuk, hogy a, ugye a kék az a 16-17-es ciklus, a lilás az az előző 2020-21-es ciklus, és a zöld az a mostani ciklus. Be van jelölve az, hogy mikor, mikor van a választások, ez a piros, látjuk az előzőn is be volt jelölve, mikor vannak a választások, mikor volt a bitcoinnak az első csúcsa, és mikor volt a ciklus csúcsa. Itt, ugye, itt az látjuk, a, az altcoinoknak a csúcsát, ugye itt a bitcoinok -ok csúcsát. ez egy nagyon érdekes csárt, és azt látjuk, hogy ugye mindig a bitcoin indul meg előbb, az altcoinok -ok egy kicsit csúszásban. First bitcoin top, mikor volt az első csúcs, igen, utána mikor volt a, a, végső csúcs. Látjuk itt például 2000, igen, ha ezt kivetítjük, ugye ez most 2025. októbert vetít ide ki, hogy mint hogy akkor érnénk el a zölden a mostani csúcsot, a mostani ciklus csúcsot amikor a bitcoin elérés. Látjuk, hogy az altcoinoknak mindig túlnyúlik pár hónappal az altcoinok csúcsa. Szóval érdemes ezt ilyen szempontból nézni az altcoinok mindig egy kis késleltetve mennek. Ez egy nagyon fontos csárt, ezt fényképez le, mentsd le, ha Twitteren vagy, akkor le is tudod menteni, akkor jobb lesz a minősége, úgyhogy ezt megtámod itt ebben a tweetben, hogy Bitcoin versus altcoins in the past cycles, és a mostan is ugye hasonló lesz. Jó, egy kis másik megosztás ugyanettől a, a srácztól. hogy egy medve csapdát látunk, és ugye mindenki azt kiabálja, hogy októberben megyünk felfelé, viszont mindenki fél, hogy itt a negyedik negyedében belépünk egy ilyen medve csapdába, hirtelen mindenki medvés hangulatba került, és senki nem lát ugye tovább. Na nézzük, hogy mi történt 2020-ban. Hasonló, ugye egész magasan volt az ár ebben a 10.000 dollár fölötti régióban, és innen bezuhant, és több több héten át, ugye itt tartózkodott lent, és amikor október elindult, akkor az október elindult, igen, itt indult el körülbelül október, még ott volt pár aj, és megindultunk fölfele. Ez a bitcoinnál volt ez a mintázat, de nagyon hasonlót látom most az Ethereumnál. Nagyon hasonlót látunk, hogy itt volt egy keresleti zóna, az alá estünk be, és itt vannak a mélypontok. A, és látjuk, hogy a, az októberi nyitást követően itt még kettő mélypont jött a csárton. Hát itt nálunk az első az eteromnál már megvan, még lehet, hogy lesz egy második. Nagyon hasonló a mintázat. Jó, közben valahol eltűnt a streamerős monitorom. Oké, okay, itt van. Na hát a kínai befektetők, azok szépen jönnek, és kezdenek beszállni a bitcoinba, a kriptoba, és egy fantasztikus bika piac áll előttünk. Maga Kína, azzal, hogy kamatot csökkent, likviditást pumpál a bankokban, 142 milliárd dollárt, ezzel egy akkora likviditást hoz létre, ami mind a bitcoin, mind a kripto árfolyamára hatással lesz, és általában akkor kezdődnek el, ugye a, a, a bika ciklusok, a, a, a bikás mozgások, amikor mindenki a legnagyobb félelemben van, és mindig utána. Ezt mondja, nagyon egyszerű, roll poll, egy makro befektető, akit én nagyon-nagyon nagyra értékelek. Azt mondja, hogy hát csak a, a, csak a buták adnak el, és a az optimisták pénzt csinálnak, szóval aki el van keseredve és pánikol, ők adnak csak el, az okosok viszont pénzt csinálnak. Jó, egyéb ö, tető és fraktal mintákról csárt. Jó, oké. Okay. Vegyünk akkor, amikor a pánik leginkább ö, tetőfokára hág, és adjunk el, amikor mindenki nagyon kapzsi, mohó, ezt mondja a Eugene is, akinek az a terve, hogy nagyon egyszerű az altcoinok kapcsán, hogy adjunk el, amikor mindenki a altcoinokba száll be, vásárolunk akkor, amikor mindenki elveszti a bizalmát, és jönnek az újabb mélypontok, a tőkátéteres pozíció kiütődnek, stb. stb. És leginkább akkor, amikor mindenki a harmadik világháborúról beszél, és mindenki a kockázatát ugye próbálta ezzel csökkenteni. Egyébként pont, hogyha bármi ilyen szituáció bekövetkezne, akkor azt gondolom, hogy a mai világban ugye nem könnyű arannyal futkosni egy háborúban, viszont bitcoinnal és egy telefonnal azt gondolom, hogy igen, hát azért legyen, legyen a bitcoin pénztárcád mindig készelétben, de még egyszer mondom, én nem látok itt sem hatost, sem kilencest, úgyhogy nem kell ezzel. Foglalkoznunk, meg emiatt izgónunk. Jó, visszajött az egerem. Oké, okay. jó, Super. Igen, hát Bitcoin zöldbe zárta a szeptembert, de ez egyelőre nem adott elég optimizmust. Na nézzük, tegnap ment egy kis pánik. A Bank of America ügyfelei. Ahogy beléptek a mobilbankjukba vagy az internetes bankjukba, nulla egyeleget láttak. Azaz volt pénzük, nincs pénzük, és ez több órán át tartott. Valakit azt írt, hogy már több mint 8 órája nem tud belépni. Bezzeg a különböző adósságok, meg a hitelek, azok mind ott voltak. Szóval érdekes módon csak a betétek, illetve a, 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 a bankszámla egyelegek tűntek el, viszont a hitelek azok ott. Maradtak. A bitcoinal a létrehozása óta, hogy a bitcoin már 15 éves nem történt még olyan, hogy megállt volna a rendszer, de látjátok, a bankokkal még a mai világban is előfordul. És az ilyen leállások arra késztetik az embereket, hogy ez akkor lehet, hogy kéne, hogy legyen egy kis bitcoinom vagy kriptom, mert bármi történik, akkor nem férek hozzá a bankban lévő pénzemhez, így viszont a bitcoinomhoz hozzáférek. Na hát elkezdtünk belemászni egy kicsit itt a, abba, hogy a tőzsdék között eltérnek bizonyos coinok árfolyama, és látjuk, hogy itt van a Catwit ami ugye egy meme a, a, Solana hálózaton, mint a Dogwit csak a macskás változat. Látjuk, hogy itt a, a Bitgeten, ugye ez most 6 darab nullát akar itt uh, takarni, 457 ez a uh, hat, még egy másik tőzsdén kapásból 4831, Szóval ez több, több mint azt hiszem, ahogy itt számoltam, több mint 3%-os árfolyam különbség. Úgyhogy ezzel a jövőben egyre többet fogunk foglalkozni, mert a, a, kereskedés, meg a portfólióépítés, meg egyébek mellett azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, hogy bármilyen piac is van, a egyre több folyamatosan van eltérés, mert a marketmakerek képtelenek arra, hogy a több tőzsde között ne, ne alakuljon ki különbség, mindig van egy kis különbség, és ezt ugye le lehet kereskedni. Itt, ahol olcsóbb, itt megvesszük. itt megveszünk, és gyorsan átküldjük ott, ahol drágább, de erről majd jövünk több infóval a jövőben. Jó, még nézzünk vissza egy picit a csártunkra. Óráscsártan azt látjuk, hogy a bitcoin itt négy órán át küzdött ugye 60 ezer dolláros szinttel, viszont sikerült elkezdeni emelkedni, és voltunk előbb 61 ezer dollárnál is. Érdekes lesz a mai záró, azt gondolom. Egyrészt itt van egy kis trendünk, ami, ami törni készül, és ha megindulunk egy fölfelett trendben, akkor a, akár már a hétvégére visszajöhetünk ebbe a felső zónába 63 ezer 500-as szintekre, Meglátjuk, még nem biztos, hogy vég van ennek a pumpnak. Én azt hogy itt azért elég jól beadtak az elmúlt napokban, a, akiből lehetett kiieszgették a, a bitcoinokat, egyéb coinokat. Meglátjuk, hogy egy kis pozitív hangulat, ahogy máshova terelődik a figyelem, vagy terelik a figyelmünket, akkor képese abban, hogy visszapattanjon az ár a, először a 63 ezerre, később akár 66 ezer dollárra. Gyere, el a Telegram csatornánkra, megtaláld te a a leírásban, figyeld, mert amikor az adminok beengednek, akkor kapsz egy üzenetet, amire rá kell kat kattintani. Ha már itt vagy, látjuk, Franco dolgokat osztatok ti is meg, kockázat és a gazdagság, ugye összefügg, csak a dobókockán kell más dobni, illetve hát végig kell menni. Na nézzük, itt van pár fontos, ö, ö, a Pinelt üzenet, Ebben volt egy Franco Gaming webinárunk, ezt érdemes megnézni valamint itt vannak az előző videók, megyünk a Pulse konferenciájára, ami egy nagyon frankó kriptokonferencia lesz. Itt vannak az airdropjaink, illetve a Tonstation, ami egy nagyon frankó telegramos játék. Lesz airdropja, ezt meghosszabbították, úgyhogy érdemes még a Tone station -ön farmolni. Jó, itt van egy videó is, ott lépésről lépésre elmondjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, valamint itt van a link, amin beregisztrálva hogy a Telegramon belül meg fog nyitódni az a link, és ott el tudsz kezdeni farmolni, és a videóban lépésről lépésre elmondunk mindent, hogy hogyan tudod az esélyt növelni az airdrop és itt ehhez megtámad a Tone Station Telegram játék videó, két hete lett publikálva, úgyhogy érdemes megnézni. Minden, ami elhangzik a videóinkban, a különböző csatornáinkon, csoportjainkban, az nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak. Mindig nézz utána az adott kriptóeszköznek, projektnek, miért fel a saját pénzügyi helyzetedet, és ennek megfelelően hozz egy jó döntést. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnyomtad a lájkot. Találkozunk a Telegramon és a napi videóban. Hello, hello, szia!